A Puskás Hírmondót látják, köszöntöm Önöket. Lássuk, mit játszottak csapataink a hétvégén. Történelmi siker. Először nyertünk Debrecenben az első osztályban. Tripla után dupla. Gyurcsó Ádám belelendült. Feszült hangulatban. Három kiállítást hozott NB3-as csapatunk számára az Érd elleni mérkőzés. Szezonbeli második idegenbeli sikerét is begyűjtötte első osztályú csapatunk, miután 2-0-ra győzött Debrecenben. Ez korábban még sohasem sikerült a mieinknek. Egy gólhelyzet Nagy Sándor mellett, és a gólvonalon sikerül megállítani a labdát, az első nagyon komoly helyzetet a Puskás Akadémia hagyja ki. Ez így egy jó meccs lesz nekünk semleges nézőknek, hogyha helyzet itt, és aztán helyzet ott. Nincsen les, itt a gólhelyzet, Gyurcsó tud kilépni, bent van a 16-oson belül, és megszerzi a vezetést a Puskás Akadémia. És megint egy ritmusváltás, és megint egy mélységi indítás. Tökéletes ütemű volt az átadás, amivel Gyurcsó elindulhatott, és bár egy picit lelassult a végére, és utol is érték. Dicsérjük meg egyébként Urblikot a gólpasszért. Gyurcsó végül is, ha némi nehézségek árán, de a balalsót ki tudta lőni. Ezzel Varga Kevin tud menni, Adeniji kap egy remek indítást, Adeniji gólhelyzetben, jön ki Hegedűs a kapujából, és csak oldalháló. Kinyik beadása a jobb oldalról, ó, de szép volt az az érkezés ott bent középen, és ennél szebb már csak Hegedűs védése. Nagy Zsolt beadása, ez is pontatlan. Mint ahogy a fejes is. Itt meg egy óriási hiba! 2-0! Gyurcsó Ádám megint! Hát most a Debrecen védelme az a minimum, hogy alaposan elaludt. Hát ez egy megszerzett labda volt, ezt csak ki kellett volna hozni a 16-oson belülről. Ehelyett eladták a labdát. Ugye innen indul az egész történet. Megvan a labda, érthetetlen ez a megmozdulás tulajdonképpen. Hogy ezt Haris hogy gondolta? Gyurcsó köszönte szépen. 58. perc. Újra Gyurcsó, aki már két gólt szerzett a mérkőzésen. Ott a csúsztatás. Fú, majdnem meg lett belőle a harmadik. Tulajdonképpen visszaállt a Puskás Akadémia, és most már tulajdonképpen csak és kizárólag a kontrákra építenek, de hát két gólos előnynél idegenben azt gondolom, ez egy teljesen normális dolog. Az más kérdés, hogy abban nem fér bele egy üres járat. Szécsi hagyja ki. Gólhelyzet, és megvan a szépítő gól. Szécsi. 2-1. Nemrég Mesterhármast ért el a Magyar Kupában, most pedig első bajnoki góljait is megszerezte első osztályú csapatunk mezében Gyurcsó Ádám. Még a videótól én ezt már megtapasztaltam, nehéz innen pontokat elvinni, de azt gondolom, hogy megérdemelten tettük ezt, jól játszottunk. Talán hamarabb is eldöntettük volna, de olykor azt gondolom, hogy szerencse is mellénk állt, de mindenféleképpen megérdemeltük a 3 pontot. Akkor átvettem a labdát, akkor éreztem, hogy a védő közel van hozzám, pont a jó oldalra húztam el a labdát, ugye belőre került, ott jobban tudtam fedezni. És igazából próbáltam ütemtelenül a kapus mellett elpörgetni a labdát, hála Isten sikerült. Úgyhogy örülök, hogy a góljaimmal 3 pontot tudtunk szerezni. Haris passzánál nem lepődtél meg? Hát mondhatjuk, hogy egy kicsit, de inkább arra koncentráltam, hogy a mákkor a lehetőséget kaptam, akkor mindenféleképpen gólt szerezek belőle, úgyhogy sikerült, boldog voltam nagyon. Kellettek már ezek az impulzusok, hogy gólok, gólpasszok jöjjenek, és újra élvezem a futballt. Utánpótlásban is összejött egy debreceni győzelem, méghozzá az U19-es csapatnak. A vendégfellépések most egyébként kevesebb sikert hoztak. U17-ben és U16-ban nagy falatnak bizonyult a Ferencváros, a fiatalabbaknál pedig két döntetlen lett a termés a Vasas otthonában. Két lánycsapatunk győzelemmel zárta a negyedik fordulót. Hiába játszott olykor fölényben, NB3-as gárdánk kikapott a bajnok esélyes Érd együttesétől.
Csapatunk ezzel a 13. helyen áll a nyugati csoportban. Jön az érdi beadás, egy kicsit a szél alá nyúl a labdának. László Noel nem tudta megszerezni, ez viszont Lakié kell, hogy legyen Laki alászalad, és az érdiek megszerzik a vezetést ebben a pillanatban. Kollega Krisztián tette középre, nem ő lesz a gólszerző, hanem az ott középen érkező játékostárs, de talán már kollega próbálkozása is bement volna. Kok indít, és nem is rosszul, sőt mi több, Komáromi a 16-oson belül, Komáromi oldalháló! Gambolt Gambajár teszi középre, Fülöp leveszi a labdát, ott az óriási egyenlítési lehetőség! Magyar László Noel indulna, Komáromi helyzetben, Komáromi 1-1-ben, Komáromi elviszi a kapus mellett, és nincs 11-es! Komáromi megtolja a labdát, és Komáromi fog kapni műesésért egy sárga lapot. És az asszisztens pedig jön, és Szélesi Zoltánnak piros lapot ad, és elküldi a kispad mellől Szélesi Zoltán, sőt, még valaki kap egy piros lapot a stábtagok közül. Magyar. Komáromi mehet, Komáromi a lendületből, Komáromi el tudja vinni, nem tudja elvinni Kertész, de még Kertész kinn a kapujából, Komáromi teszi középre, Kertész még most sem ér vissza, Papp helyzetben, Papp a 16-oson belül! Hey, mi maradt ki? Magyar az ismétlésre, ez meg középre megy. 78. perc. Fülöp. Ez nem volt les. Komáromi lép be a védő elé. Komáromi a 16-oson belül a földre kerül. Oldalháló. Na mi lesz? Mi lesz a döntés? Szabadrúgás lesz? Ott kijött a gyeptégla. Egy érdi játékos a földön. Befelé mutat a játékvezető, a 16-os vonalán megállt, az asszisztens jelzett. Én azt gondolom, hogy ebből szabadrúgás lesz, és nem lesz belőle 11-es. Komáromi lépett be két ember közé, 11-es biztos, hogy nem lesz. Na nézzük inkább a szabadrúgás, nekünk fontosabb, Magyar! Hát igen, azért itt most szembesülünk azzal, hogy egy fiatal csapat esetében, amikor vezetőedző nélkül kell próbálkozni, akkor annak negatív következményi is lehetnek. Mentünk a veszett fejszennyele után. És Koch kap egy piros lapot még, Olega Krisztián góljával pedig lezárul a rangadó. Ez volt a Puskás Hírmondó. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!